köz! Május! Szerelem! Tulajdonképpen ez egy hiánypótló műfaj, amit most mi ezzel a táncoló tavasszal és a téli tánccal próbálunk betölteni ezt a hiányt. Van egy olyan korosztály, aki nem ismeri ezeket a népszokásainkat. Ez egy néprajzi oktató műsor tulajdonképpen iskolás korú gyerekeknek. Utazás a Kárpát-medence folklórjával és a népszokásokkal. Meg tudom, hogy hogyan, milyen eszközöket használtak azokban a táncokban, milyen helyszínen táncolták ezt. Az évnek milyen fordulóján volt ez a táncalkalom, mikor a tavasszal, vagy ősszel, vagy télen, milyen munkaalkalomhoz kapcsolódik ez a szokás. És ha még azt is megnézem, hogy a különböző népcsoportok, tehát a nemzetiségek Magyarországon, a Kárpát-medencében milyen hasonló szokásokat táncoltak, akkor nagyon izgalmas ebbe belepillantani. Ez pedig egy bűvös. Tavaszi ünnepkörrel kezdtük, ahol a tavaszi szokásokat próbáltuk megmutatni az ország minden területén. Egy nagyon egyszerű kis banális kerettörténete van. Van a magyar mitológiában egy olyan garabonciás diáknak nevezett természet fölötti erővel bíró személy, akinek van egy bűvös könyve, és egy fiatal pár megtalálja ezt a bűvös könyvet, fölnyitják, és a bűvös könyv segítségével ott teremnek, ahol csak éppen akarnak. És így ellátogatunk szépen sorban Magyarország néprajzi tájaira, eltemetik a telet, és köszöntik a tavasz. Ilyenkor összejön a falu népe, mókáznak, beöltöznek maskarába. A rabvágás azt jelenti, hogy valakire rátestelják, hogy miattad volt ilyen hideg a tél, és akkor megbüntetik egy kicsit ilyen tréfásat. Elmegyünk Kalotaszegre, a jubemérés szokását megmutatjuk a gyerekeknek, amikor is a férfiak kimennek és utolsó éjszaka együtt alszanak a juhakkal, hogy nehogy aztán utána másnap, mikor mérik a juhozamot, akkor valami csalafintaság legyen. Akkor reggel bejönnek az asszonyok, már várják őket az utcán, nyakon öntik őket, megtisztítva egy kicsit ilyen régi termékenység varázsló szokásként, és akkor egy nagyot táncolnak persze, mert mindennek ez a vége. Magyarországi nemzetiségeknek, illetve népcsoportoknak is megmutatjuk a szokásait. Így a mohácsi busók, ugye azt mindenki ismeri, az egy egészen közismert dolog, de például nem ismerik a baranyai németeknek a Jancsi és Juliska Hans und Gretel táncát. A kenderke táncol! Az egyik kedvenc táncom ebből a kenderke tánc, amikor addig emelgetik a lányokat, a fiúk, hogy az győz, akinek legmagasabbra sikerül fölemelni a párját, mert annak nő idén legmagasabbra majd a kendere. Nagyon ritkán látunk például zsidó táncot a magyar táncszínpadokon. Nagyon komoly munkával lehet csak fölgöngyölíteni azt a tánckultúrát, a zsidó purimot táncoltunk meg. Munkácsi középiskolásnak, gimnazistáknak a táncát láthatjuk a háttérben vetítve, ahol több ezren táncolnak, és azért ez egy döbbenetes kép. Pár év múlva már szinte nem lehet föllelni ebből a kultúrából, szinte csak minimális töredékeket. Tehát ez egy nagyon-nagyon érzelmes pillanat a műsornak. Úgy érzem, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos a fiataloknak. Így ilyen játékos és ilyen vidám formában is megismerkedni ezekkel a szokásokkal, régi szokásainkkal. Mert hogyha megismered a múltadat, ugye ez a nagy közhely, de valóban így van, akkor sokkal könnyebb lesz előrefelé menni.